Látványos műsorral, iskolatörténeti vetélkedővel, öregdiákok szerepeltetésével és flashmobbal ünnepelt a Bethlen Gábor általános iskola és újreáll gimnázium fennállásának 125. évében. A neves évfordulóra ellátogattak kerületünk vezetői, köztük Simicskó István és Hoffmann Tamás is, akik az estig államműsorban felszólalásukkal is köszöntötték az ünneplő tanárokat és diákokat. Fellépett Csunyovszki Szilvia színművész, szép szavallatokkal színesítve az estet. A művésznő bár nem tanult ebben az intézményben, de két unokája jár ide, és nagyon örül annak, hogy ilyen remek képzésben részesülhetnek. Az esti műsor szép és megható volt. A jelenlegi diákokból álló énekkar a Muzsika hangja című musicalből adott elő egy részletet. Lakatos György hegedűművész, az iskola volt diákja, most újra azon a színpadon játszhatott, ahol világra szóló karrierje elkezdődött. A jeles napon az iskola vezetői megemlékeztek a kezdetekről is, amikor 1888-ban egy barakban indult meg az oktatás a közelben létesült pályaudvaron dolgozó vasutasok gyermekeinek részére. Úgy gondolom, hogy hosszas előkészítés után nagyon jól sikerült a mai napnak a programja. A diákok délelőtt különböző foglalkozásokon vettek részt, ahol megismerhetnénk iskolák történetét az adott korral, tehát az 1800-as évekkel, 1900-as éveknek az elejével megismerkedhettek. Utána régi diákjainkkal találkoztak, és a találkozó alkalmával megismerték az ő munkájukat, az iskolában eltöltött éveikről beszéltek, ami nagyon jól sikerült. Kitöltöttek egy tesztet az első 3 óra anyagával, amiről beszéltünk. Szerencsére nagyon jól sikerült, mert a legrosszabb is több mint 80%-os lett, tehát odafigyeltek a foglalkozáson, ebből látszik, hogy nagyon érdekelte őket. Utána tornaterembe tartottunk egy zárást, ahol átadtuk a díjakat. Többek között átadtuk a videóverseny győztesének és a dalíró verseny győztesének is a emlékoklevelünket. Az magyar nemzetnek és az köröztjénységének én vagyok Gedeona. Sok fejedelmeknek és minden rendeknek függ rám szeme világa. Süveg emeléssel, tisztességes füllel jábor nevemet, ha hallja. Régi magyaroknak, jeles királyoknak én is nyomdok itt nyomom. Bunyadi Jánosnak, amaz nagyhadnagynak bátorságát én bírom. Kedves művésznő, árulj el, Ön hogyan kötődik ide a Bethlen gimnáziumhoz? Hát nagy boldogság a számomra, hogy nagymama lehetek. Ide jár két kis unokám, Csenge és Villő, hogy a teljes nevüket mondjam, Józsa Csenge és Józsa Villő. És Ön hogyan látja, hogy mint művészeti nevelés milyen színvonalú itt a Bethlen iskolában? Hát én el vagyok ragadtatva, bevallom őszintén, mert én is hasonló iskolába jártam, bár felvidéken, egy kisvárosba, és nagyon jó szívvel vettem, hogy Budapesten, a fővárosban van egy olyan iskola, amely odafigyel minden művészeti ágra. Egyrészt, másrészt pedig nagy súlyt fektetnek a sportra, akkor a zeneoktatásra, a különkészséget fejlesztő rajzra, tehát a képzőművészetre, a kreativitásra, tehát a kerámia szakra. Mit hagytam még ki? Az énekórákra, az énekre. Tehát egy olyan gazdag kultúrájú iskola, hogy boldog vagyok, hogy a két unokám ide jár. Gála estem Súlyoszki Szilvia színművésznőn kívül volt diákjaink lépnek föl, akik valamilyen szinten művészeti pályára mentek, tehát lesz hegedűművész, énekművész, és a végén pedig a saját diákjaink, a mostani diákok egy elfeledett 19. század végi operát fognak előadni, amely egy énekórát elevenít föl. Hadd kérdezzek egy nehezet, talán nehéz lesz, nem tudom.
Ez alatt a 125 év alatt mi az, ami ön szerint nagyon sokat változott, és melyek azok az alapértékek, amelyek mondhatjuk azt, hogy ugyanazok? Hát ami nagyon sokat változott, az az, hogy ezt az iskolát 1888-ban a vasutasok gyerekeinek hozták létre. Egy darab olajzöld színű fa barak épületben kezdődött el a tanítás, két összevont osztállyal. És hát az évek alatt odáig jutottunk, hogy most már három feladatellátási helyen több mint 1000 gyerek tanul az iskolában, és mondhatja azt, hogy valamilyen szinten kötődik a Bethlenhez. Hát az alapértékek azt gondolom, hogy az iskolában nem változtak, mert továbbra is a diákok és a tanárok közös munkája az, ami meghatározza az iskoláknak a működését, a kölcsönös tisztelet, egymásnak a tisztelete, és az, hogy egy olyan családias légkör jön létre az iskolába, ami utánozhatatlan. Tehát ezt az elődöktől örököltük, és ezt így szeretnénk továbbadni. Árulj el, hogy mikor volt tanulója a Bethlen gimnáziumnak? Körülbelül, ha jól emlékszem, 2009-ben végeztem, és már jó régen volt, azóta meg már sikeresen egy egyetemi képzést is elvégeztem. Hova lehet bekerülni? Általában a betlenesek melyik egyetemekre kerülnek be? Tapasztalataim szerint a betlenes társaim, meg volt régebbi alumniktól visszahalva, azt hallottam, hogy gyakorlatilag az egyetem bármelyik, az ország bármelyik egyetemére be lehet kerülni. De nincsenek ilyen kifejezett célpontok, ahová szeretne mondjuk a legtöbb betlenes diák bekerülni egy jó, sikeres felvételi vizsgába? Ez jó kérdés, ebben nem vagyok annyira otthon, viszont úgy tudom, hogy nagyon sokan választják ilyenkor a Budapesti Műszaki Egyetemet, illetve ugyanúgy az LTT is, valamint a BGF-et. Hát én a Műszaki Egyetemre szeretnék tovább tanulni, és ott én úgy tudom, hogy innen a Bethlen Gábor gimnáziumból, de fel is veszik a diákokat, mert hogyha jól sikerül az érettségünk. Igen, nekem még így terveim nincsenek, de vannak iskolák, például főiskolák vagy egyetemek, ahova szívesen bekerülnék, és hát szinte, mivel elég jó hírű iskola, és teszünk is érte, hogy ismert legyen, ezért általában mindenkit felvesznek, akinek jól sikerül az érettségie, igen. Hogyan tesznek azért, hogy ismert legyen az iskola? Hát például ma volt egy flashmobunk az Allé bevásárló központban, és az is elég jól sikerült és látványos volt. 50 ember volt az iskolából, 7-től 11-ig, és egy 2 perces tánc volt. Önök biztosan jól tudják, még az öreg diákok kevésbé emlékeztek erre, de miben különlegesebb, másabb ez az iskola a többi gimnáziumnál, akár itt Budapesten, vagy szerte az országban? Hát akik első óta ide járnak, ugye ők 12-ig folytatják az együttlétet, és akik 7-től vagy 9-től kerülnek be, nagyon könnyen befogadják őket, és nagyon szeretik a többi osztálytársukat. Mi is 7-től járunk ide, viszont mi már óvoda óta együtt vagyunk. És milyen a közösség? Hogy érzik? Megmarad ez a közösség évtizedek múlva, és majd, amikor öreg diákok lesznek? Szerintem megmarad, biztos, mert most is nyáron is elég sokat találkoztunk így együtt. Igen, évfolyam szinten is nagyon össze vagyunk melegedve. Meg ugye szerintem sokkal jobb, hogy itt évfolyam felelősök vannak, és ők két osztály együtt van. És az elmúlt 125 évről mit tudtak meg most ezen a szép évfordulón? Hát elég sok mindent. Mi volt, amit kiemelnének ezek közül? 125 éve elég jó iskola a Bethlen Gábor. Dó, egy dom, egy szép zöld dom, ré, egy régen látott ré. Mi, egy ám, egy hosszú ír, fá, a fák fölött az ég. Szó, egy szórakoztató, lá, és örül, aki lát. Ti tudjátok is már, hogy most újból itt a dó, a dó, dó. A következő 125 éves évfordulón már megvan a forgatókönyv, de azt gondolom, hogy mi ezt a vonalat szeretnénk továbbvinni, hogy 12 évfolyamon keresztül a alapos művészeti képzést adva az alsó 6 évfolyamon szeretnénk a diákokat eljutatni az érettségére és a továbbtanuláshoz. És itt az öreg diákok közül kik azok, akikre nagyon büszkék? Ó, hát nagyon sokra büszkék vagyunk, mert délelőtt sok embert üdvözölhetünk, tehát azt tudni kell, hogy a középiskolánk 20 éves,
és a 20 év alatt most már az érettségizettek között van, aki egyetemi tanári diplomával rendelkezik, valaki diplomataként működik, orvosi, jogi pályára mentek, tehát nagyon sok helyen helyezkedtek el a filmszakmába. Én igazából mindegyikre büszke vagyok, mert azt gondolom, hogy jó szívvel jöttek vissza az iskolába, és függetlenül attól, hogy mit végeztek el, az iskolára jól, kellemesen emlékeznek vissza. Természetesen ugyanúgy voltak mind negatív, de ugyanúgy pozitív emlékeim is, de hogyha összességében visszatekintek ezekre az évekre, akkor egy olyan életemnek egy olyan szakaszát emlékszek vissza, ami megismételhetetlen volt, és mindig, és amiből csak építeni tudtam önmagamat így a későbbiek során is. Van-e valami olyan kifejezett sajátosság, ami az összes magyarországi vagy budapesti gimnáziumok közül csak erre az iskolára igaz? Amire én gondolnék, én azt mondanám, hogy a tanárok nagyon-nagyon kellő szigorral és megértések kezeltek minket, nem hagytak minket elkajlódni, ugyanúgy megkövetelték a tanulást, viszont hogyha bármiféle gondunk volt, akkor nyugodtan mehetünk hozzájuk. Volt igazgató asszony, arról beszéltük, hogy vajon hány gyermek végezhetett itt, milyen tudást kaptak, és hogyan állták meg a helyüket az életben. Egy biztos, hogy több tízezer gyermek végezhetett itt ebben az iskolában, és úgy érzem, hogy azt a szempontrendszert, azt az értékrendet, amit egyébként talán Márai Sándor gondolatával foglalhatnék össze, aki azt írta nekünk az utódoknak, hogy az órarendjében, hogy minden nap építsük műünket, építsük a saját alkotásunkat, ahogyan az iskola is építette a falait, építette a szellemiségét, a tudását, azt a hitet, amivel a gyermekek, a idejáró gyermekek és az itt végzett gyermekek aztán kikerültek az életben, megállták a helyüket. Minden nap hozzátettek valamit az itt tanító tanárok, a most is itt tanító tanárok és pedagógusok, a diákjaik, a gyermekeink számára, és azzal a tudással felvértezve értékes és hasznos közösség emberekké váltak. A nevelés az egy kölcsönös küzdelem pedagógus és gyermek között, nem beszélve a szülőkről, és ebben azt hiszem, hogy példaértékű az iskola. Nagyon fontos az, hogy az irányítás az igazgató úr irányítás alatt, és hát nem csak az ő irányítás alatt, hanem azokban a generációkban, és ez a magas színvonal tetten érhető, és a pedagógusoknak az igazi hivatott munkája, hiszen ezt csak hivatásként lehet végezni, nem lehet egyszerűen munkának tekinteni a tanári pályát. Ez a szellemiség leengi át ezt az intézményt, és hát az intézményben, ugye ahogy említette igazgató úr is, most már több telephelyen, több helyen működik. És onnan indult ez az iskola, egy barak iskola volt, MÁV által létrehozott intézményként. Kint a tablón látszanak azok a régi, akkor még egy viszonylag elhagyatott környék lehetett, és reméljük, hogy az a változás, ami az elkövetkezendő pár évben a környéket jellemzi, ez is egy lendületet is adhat, és fejlődéshez is vezethet tovább.